Ez az előadás az nem azért jött létre, hogy aztán utána leüljünk három történésszel, két pszichiáterrel és nem tudom, 50 egyetemi professzorral a teremben és megbeszéljük, hogy hát román, nem magyar, viszont elég bonyolult, hanem azért született, hogy azokat a kis feszültségeket, vagy nagy feszültségeket, amik bennünk vannak, hozzuk őket gyerekkorunktól, vagy éppen tegnap történt valami, azokat, amíg megnézzük ezt az előadást, felejtsük el úgy, hogy így kiadjuk magunkból, mert jól éreztünk magunkat. Jó, kumberni! Tu kumberni! No, a farakuti negata! Értem, szóval kidom, mert magyar vagy! Hát én írtam a szöveget, és általában én nyomogatom a gombat a feliratozáshoz. Az, hogy milyen sorrendben legyenek ezek a jelenetek, meg egyáltalán milyen hangulatok legyen, azt végül is együtt rögtük össze. A románokról nincs véleményem, tehát sokféle véleményem a románokról. Szóval van jó és rossz is. Hát nem én találtam ki a témát, hanem a rendező szeretett volna egy ilyen előadást készíteni, és már volt is hozzá egy drámaíró, akivel ezt megcsinálja. Csak aztán az kiszállt, nekem pedig elmesélte Andy Gergely a rendező egy kocsmában, hogy szeretne egy ilyen előadást. És mondtam, hogy engem az érdekel, én megírnám. És akkor jó, csináljuk meg. És elkezdtünk ötletelni, csak hogy abban az évben kijött a Vásárhelyi Színháznál a Double Bind című előadás, ami szintén román-magyar téma, és akkor mondtuk, hogy ne jó, várjunk akkor egy évet, és akkor majd jövőre. És akkor így vártunk egy évet, és akkor nyáron, tavaly nyáron leültem, és az körülbelül úgy, hogy na, mi jut eszembe arról, hogy románok és magyarok. Az, hogy bemész a boltba és kenyeret kérsz, és nem szolgálnak ki. Az, hogy elviszi a barátját Székelyföldre, és hogyan reagál rá az apuka. Stb. Jöttek az ötletek, és akkor vázlat, megírás, és nagyon rövid idő alatt megszületett az egész 3 év. Meg olyan dolgok ezek, hogy valahol így hallasz ezt azt. Tehát mondjuk például olyan helyzetben nem voltam, hogy két intellektuális és Heideggert idéző román jöjjön fenyegetőzni, de olyanban már voltam, amikor rám szóltak, hogy beszéljek románul. Tehát, hogy hétköznapiak a helyzetek, csak el vannak csavarva az abszurdik. Például a rendező, ő ugye vegyes házasság szülötte, de román az anyanyár. Bár az anyja magyar, azért neki mégis román az anyanyelve, tehát jobban beszél románul. És neki volt egy olyan esete, amikor a barátnője, aki magyar volt, elvitte őt bemutatni Székelyföldre a szülőknek. De csak ennyit mondott el, azt, hogy hogyan zajlott, vagy mit tudom én, azt én találtam ki. Azt mondta, hogy nem tudja, mi az a bocska. Rájött Attila, nem ülje, hanem román. Mondjuk le volt egyszerűsítve sztereotípiákra és patronokra, amik könnyen robbanhatnak. Azért, hogy minél könnyebben felismerhető legyen a helyzet, és minél könnyebben rá lehessen feküdni. És ha tényleg úgy mennek ki a teremből románok és magyarok, hogy együtt aztán hazafele megbeszélik, hogy és abban a jelenetben ha-ha-ha megveregetve egymás vállát. Akkor valamit elértünk. A nevetés az nem egy magányos dolog. Múltkor megnéztem a Deadpool laptopon, és például nem röhögtem rajta. De a moziban láttam volna, valószínűleg, hogy én is röhögök. És így, amikor a közönség röhög, akkor én is elkezdek röhögni. Meg akkor is, amikor a színész hoz valami olyat, ami új, amit még nem láttam. Készen áll, kedves kolléga? Abszolút mérte. Most egy Tarantino átiraton, amit már befejeztem, csak az utolsó simítások vannak hátra, az a Szkéni Színházban lesz bemutatva, és a Kutyaszorítóban című film, tehát az első Tarantino filmnek a magyarított és átírt
verziója lesz. A szereplők ugye az eredetiben úgy van, hogy Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Orange, nem tudom, itt ebben úgy hívják a szereplőket, hogy a román, a cigány, a zsidó. Lám, csak elérkeztünk ehhez a témához. Ezzel a kolozsvári valahányon szerintem nagyon jó közösség. Ahhoz képest, hogy milyen lett az előadás ma este. Én nagyon szeretem Erdélyt, szóval én minden erényével és hibájával együtt nagyon szeretek itt élni, és szeretem azt az egészet, amit itt van. És hát persze jó témaforrás. Lehet, ha Norvégiába mennék, akkor ott semmi nem történik. Úgyhogy nem. Amíg innen még lehet bányászni témákat, addig ez menni fog.